Említettem már, hogy nem sok szakértelme ragadt rám, vannak ilyen problémák, amik foglalkoztatnak, és nem tudom megoldani. Az egyik ilyen probléma, amikor a nyugati pályaudvaron elrondik ez a vizuális tájékoztató eszköz, akkor futnak a betűk, és mindenféle karakter megjelenik, köztük a kérdőjel is. És nem tudom, ki volt a Petén, aki ezt betáplálta. Tehát hogy most mit akarnak tőlem kérdezni, hogy szerintem mi bajra volnak, nem tudom tényleg, hogy nem egészen ezért jöttem. És van egy ennél súlyosabb problémám, hogy hogyan kapcsolják le a Gellért hegynek a díszkivilágítását. Ez nagyon régóta foglalkoztat, elvileg egy pillanatban alszik ki a Budai várral, meg a Lánchíddal, de a valóságban mégsem egyszerre alszanak ki, és figyelem, hogy az egyik éjfél előtt egy pillanattal, a másik éjfél után egy pillanattal. És a különbség oka most vagy az, hogy egy egyszerű soros kapcsolás, tehát hogy le van fektetve a drót, és így fut az áram, hogy így először fölmegy a hegyre, át a várba, de a hím, megint egy körbe, és ezt csinálja. Sokkal valószínűbb, hogy van egy szoba, ahol van három kapcsoló, támai, hogy hegy, hím, meg hogy vár. És akkor van egy dolgozó, aki azon munkája, hogy figyelj, éjfélkor mégy haza, ezt a hárat lekapcsolod, és akkor húgy kapcsolja két szélsőt, aztán közélsőt, valahogy egy kifele megy leküldi, és ezt nézzen állandóan. Na most azt kell elképzelni, hogy borzasztóan menne már haza éjfélkor, és ezt régi tévés munkatársak tudom, hogy így megy a magyar himnusz a magyar televízióba, hogy ők nagyon mennének már éjfélkor, el is indítják a kazettát, de ki az, aki hülye, ki az a hülye, aki ott marad leállítani a szalagot. Ez a probléma, és ezt 30 éve oldották meg, hogy fölvették a magyar himnusz visszafelé, ami hát a sátánizmust erősen kimeríti szerintem, és azt játszák meg fordítva. És akkor a végén az elejére ér. Nem tudom, értjük-e, de hát lelövi a kazetta magát, és azt kell látni, az egész országnak vigyázva kéne állnia, ők meg futnak fel a lépcsőházon, szaladnak haza fel a borzasztóan, és így van ezzel a gerjedtes emberrel is. Bekapcsolja a villanyokat, megy haza az éjszakai buszon, nézi azt, hogy bazzeg, így voltam a gyerekeimmel. Vissza kell menni, vagy van egy ilyen féktelen születésnap, föl kell reggel, és egész éjjel éget. Azért az mi pénz az? Tehát megkapjuk el 8 óra gyerekeimmel, hogy azt leperkálni, az mi pénz az?